Sziasztok, Dukai Regina vagyok, és szavazatok a Szekszárdi Garai János Gimnázium 11B osztályára, vagyis Klaudiára és Diára. Szevasztok, én Kuka MC vagyok az Animal Cannibalsből, és a 11B-sek voltak olyan kedvesek, és megkerestek minket, hogy vajon kire kéne szavazni idén, amikor szavazni kell majd. Én a 11B-re voksolnék, Klaura és Diára. Remélem, ti is így tesztek. Sziasztok! Szavazzatok! Klaura! Diára! És a 11. B-re! Hajrá! Sziasztok! Papszami vagyok a Supernemből. Hajrá a Szekszárdi Garai János Gimnázium 11B osztályának, vagyis szavazzatok Klaura és Diára! Jó! Sziasztok! Messzi vagyok a Punani Massziból. Szavazzatok a Szekszárdi Garai Gimnázium 11B osztályára. Puszi! Sziasztok! Dolgoni Petivek az Intim Tornai Gábor, és szavazzatok a Szekszárdi Garai János Gimnázium 11B osztályára, vagyis Klaura és Diára. Nem Klaudiára, csak Klaura és Diára. A győzelemre! Sziasztok! Az a kérésünk, mi vagyunk Döglé Zoli és a Kártel, Lóri P. és Big Daddy Laci. És hát az a kérésünk, hogy a Szekszárdi Garai János Gimnázium 11. B osztályára szavazzatok. És ki mondta? És Laci, ezzel üdvözöl benneteket is. Minden jót kíván. Ez azt jelenti urdu nyelven. Hello, Garai János Gimi. Itt Szőri és Pulek. Szavazzatok a 11B-re. Klaue és Dia forever. Március volt. Egy dermesztő hideg nap. A kora reggel óta tartó hózápor teljesen fehérbe öltöztette Szekszárdot. A fagyos idő elől megbújva Dia és Klau a Garai Gimnázium épületében tanácskoztak a diákigazgató választáshoz szükséges pontokról. Padok a folyosóra, Pipa. Két egyetem látogatásinak, Pipa. Diácska, segíts, Léci! Megvan, zsíros fenyérkát! Legyen! Eközben A épp egy SMS-t írt a lányoknak, melyben a következő állt. Az összes zsíros kenyér az enyém. Nézzem meg is volnám, mehetünk haza? Persze! Már kaptam valamit! Diát és Klaut elrabolták. Azonban a portás látta mindezt, így rögtön telefonjához kapott és hívta Györgyi nénit. Halló, itt a 11. B-osztály főnöke. Halló, jó napot kívánok! Van egy kis baj. Az imént lekapcsolódtak a lámpák, és eltűnt két lány, akik az önosztályában járnak. De jó ég, itt valamit gyorsan tenni kell. Köszönöm, viszont hallás! Halló, tessék, itt a rendőrség! Bejelentést szeretnék tenni. Elrabolták a 11. B diákigazgató jelöltjeit, Diát és Klaut. Bizonyítékok hiányában semmit sem tehetünk. Na de kérem! Úgy látszik, már csak az osztályomra számíthatok. Gyerekek, nagyságban! Talán nem, aztán már nem tudom igazolni a hétfőt. Szöcsiké, most nem rólad van szó. Elrabolták Klauk és Diát, segítenem kell nekik. Azt kérem tőletek, keressétek meg őket. Rendben. A 11B nem várt sokat. A szuperhősök az osztályfőnökük értesítése után nyomban neki is álltak a keresésnek. Oh, yeah.
Gondolkozz már! Ha elrabolnál valakit, hova rejtenéd? A pincében. Csókolom, Ázsi néni! Szokásosat kérni! Szevasztok! Vegyétek el! Köszönjük szépen! Adok szalvétlen is! Köszönjük! Egészséget! Csókolom, Ázsi néni! Run. Hát ez nem igaz! Ez nem lehet! Az összes zsíros kenyér az enyém! Bizonyítékok ki. Bizonyítékok hiányában semmi sem. Ez ennyire ne gyorsan meg, mert nem érek rá. Állj! Mehet? Elrabolták Klaut és Diát. Nyíjak ki! Nyíjak ki! Rátok várunk egy órára.